Hírek délben, jó napot kívánok! Kigyulladt egy kétszintes raktárépület este Szegeden a Veresáncs utcában. Az épületben a tűz idején nem tartózkodott senki. Úgy tudni, hogy a kétemeletes raktárház felső szintjét bútorok tárolására, egy részét pedig lakásnak használták. A tűzoltók három fecskendős autóval és egy vízszállítóval vonultak ki, és több vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat. A ház tetőszerkezete teljesen leégett. Titokzatos tűzgömb futott át karácsony este Északnyugat-Európa egén és keltett riadalmat. Az egyik német UFO központot szinte elárasztották a hívások. Pár órával később azonban kiderült, hogy egy orosz hordozó rakéta egyik darabját lehetett látni, amint elégett a légkörben. Ez a szerdán felbocsájtott Szojúz űrhajó hordozó rakétájának utolsó fokozata volt. Az űrhajó a nemzetközi űrállomásra szállított három asztronautát. Novoszibirszk környékén viszont egy orosz műhold zuhant le, amelyet nem sikerült pályára állítani. Vagajcsevó településen éppen az űrhajós utca egyik házának tetejét szakította be az egyik darab. Hét holttestet találtak tegnap az Egyesült Államokbeli Dallasban egy lakásban. Valamennyi áldozattal lövések végeztek. A rendőrség beszámolója szerint a lakás teljes karácsonyi pompában díszelgett, a földön frissen kicsomagolt karácsonyi ajándékok voltak a négy nő és három férfi holtteste mellett. A helyszínelők még két lőfegyvert is találtak az áldozatok mellett, akik valamennyien rokonok voltak. Egyelőre nem tudni, hogy mi történt, a rendőrség most azt vizsgálja, hogy a hét áldozaton kívül volt-e még valaki a lakásban a lövöldözés idején. Végül röviden a várható időjárásról. Erősen felhős, borult időre számíthatunk, a hőmérséklet várhatóan -1 és +6 fok között alakul. Déli híreinket látták, 7:30-kor jelentkezünk legközelebb, akkor Acél Anna várja majd Önöket. További kellemes ünnepet kívánok, viszontlátásra!